Eva Burke has published 6 collections of poetry, most recently Piano in 2011, 2 comprehensive anthologies of contemporary Irish poets in German translation, as well as an English language collection by the German poet Elisabeth Borkers. Eva and I have also worked together on an anthology of immigrant poets to Ireland entitled Landing Places. Her work has been translated into many languages. Her collections, The Latitude of Naples and Piano, appeared in Italian translation in 2010 and 11. She has translated selections of Northern Irish poet Maeve McGeoghegan into German, and of German poet Jan Wagner into English, as well as Rilke for the Rilke project of the Dublin Writers' Festival. She has given readings in Europe, the US, and Central America, lectured on poetry, and taught creative writing at universities in the United States and Ireland. She teaches poetry in the MA in writing program at University Galway, NUI Galway. Eva Burke has received numerous awards and bursaries from the Arts Council and is a member of OSDANA, Ireland's foremost cultural association, which honors its most prominent writers. Her unique poetic voice, as well as her abundant translation work, is testament to a true talent of our time. We are truly fortunate to welcome such a prolific, erudite, and yet sensitive poet in our midst, whose insights into transnationalism are not only personal, but also multifaceted, subtle, and poetic in every sense of the word. Please welcome Eva Burke. Hello. Good evening. Thank you all for coming here on such a nice evening in Budapest, of all the most beautiful cities in the world. I'm very honored to be invited to this conference, and I want to thank Borbála and Yasmina very much for having me. That was such a surprise and such an incredible delight to be here. Poem, the first poem that I'm going to read is it's very anachronistic, or it's not properly in order because this is more recent. I have a collection called Spring in Henry Street, and this is going to be the last of the poems I'm going to read, but that book appeared in 1996, and this poem is called Notes from Henry Street, and Henry Street is simply the street where I live in Galway. It's a very insignificant little street, small houses, and two-story houses, terraced houses, but it has, over the years, become something like home to me. And sometimes when I'm not so feeling so optimistic, I write less optimistic poems. And this is called Notes from Henry Street, with apologies to Montali. Gales that played wild and loose all night with rubbish in the street and flung plastic forks like confetti round the garden have died away to the hum of Astras and Toyotas on wet tarmac. There are worm-eaten floorboards in my room, and from the kitchen comes the smell of burning toast. Non-stop rain blows in from the sea along our street of Club Paradiso, sex shop plus blackjack club, drifts past for sale signs, past the latest apartment blocks, rain-blackened walls, silvering my windows with salt. And I write to you from this remote table, the cubicle, the satellite thrown into space, and the silent TV, the fireplace with its dusting of ashes. The veins of slug, slime, and mold are the setting which soon you will be coming home to. These days, as I consider the narrative of my life, are full of bluster and no chance of an escape to gentler zones in sight. Your photos on my wall, your smile lights up my room. It's raining hard from here to Finisterre. So the weather does play a role. It's a correlative to mood, I suppose.
And it is also a correlative to a feeling of acceptedness and being at home. Our street has been changed by the Celtic tiger. It has been transformed. It has become a street of enterprise and condominiums. And this was written in a fit of rage and on anger about this particular phenomenon of the Celtic boom. Dear poet, we have no courtyards here, no fountains scaling lofty architectural heights, but Texaco stations, investment premises, condominiums, shoddy, double-glazed, shuttered. Below, a platoon of gulls, sizable monsters, en route to gutters, eaves, the nocturnal streets brightly lit as day. Midnight is not and dashes on a digital display. We have screen-tested Andromeda, thin patterns of stars that spiral around a vacuum via satellite. Memories return nocturnally, sear and raw. Ivy spreads on partition walls, a dark, bitter smell. Tonight, my footsteps resounding on the pavement, I wish, as you then did, for gales to return, northerly and more savage than before, to lash through narrow lanes, sweep clear the hopeful, uncertain mind. What can I say to the war reports? The endless drip from black drains. Lights expire, flickering. The mountains across the bay, a critical mass, lie compacted and black. The winds bickering as ever, time trickling down the glass. Instead, I have words with the dead, with death who is alive and well and kicking. So on a slightly happier note, the first three poems I'm reading all have to do with home, my home in Ireland, my adopted home. And I want to read Swift's, which is the poem Borgia talked about so beautifully and lucidly. I learned a lot about this poem through listening to Borgia, and I was very grateful to her for her wonderful analysis. Somebody told me I should have called it Swallows, because swifts apparently don't sit on electric wires. So in case somebody here is very pedantic, you know, I'm going to change it to, okay. I can't believe they don't know what they are doing, that delight is unknown to them as they gather, preparing for the long and terrible journey. It cannot merely be all program, hardwire, protein, plasma, synapse, cellular. They are too expert at elevation and elation, those twin joys. The other day, I walked down a street of small grey houses in my neighborhood and saw them take off and settle around a pole from which five parallel wires were strung to other poles, from those onto the eaves. There was such excitement in the air, flutter and twitter of a great activity, swing up, dip and vibrato of landing on the shakiest of landing strips. Their arrow-tailed dark bodies arranged on the electric wires like quavers on a large grey sheet of music. I picked out and sang the melody they'd composed in thirds and fifths, two Ds, two Gs, two Bs, and two more Ds. Then the whole gamut upped and modulated in one liftoff to the top line F, and with extravagant slurs and glissandi flocked onto a nearby gutter. A neighbor opening her door behind me said, "They're gathering to say goodbye and will soon be away." I sang the Swift song to her then as best I could, but never mastered the mordants of farewell as they slipped past us and beyond. And the last of the poetry pieces, I'll read three post pieces afterwards, is this old poem, which seems very old to me now. I had not, in those days, in 19, whenever it was written, mid-90s,
the climate change was not yet the topic number one, but I had a premonition. And so you will probably recognize, it's called Spring in Henry Street. And it was a bit like a spring this year. It just never started and never got going. And Spring in Henry Street. The seasons have gone all awry. 4 weeks into spring, we're in winter's stranglehold again, on aerials and high, shaky wires, starlings trip. Pelted by sudden shrapnel of hail, they easily lose their grip in these March weathers. Soft targets the birds, no matter how hard they puff out their feathers. For weeks, the temperatures have been falling. And by the canal that drops from a derelict lock 20 feet down, the storm is running its icy comb through the sycamore tops. It's enough to make you want to join the bears in their dens, inert, slack-skinned, but warm in the mountain's dim, still heart. Daily, funerals creep like black snails down Henry Street on the final lap of someone's trip. And young women go to the flats with measured maternal steps and prams like propagators for kids under polythene wraps. We hear that everywhere icebergs are breaking loose from the polar caps. I see them at sunrise, flood lit by thousands of 1,000-watt bulbs, floating cathedrals whose stained glass flanks freely weep into the Arctic seas as they drift towards us. The temperatures keep falling and falling. Their advance guard has rounded black head. Something freezing and luminous glides up Henry Street, leaving seals in its wake on windowsills. No use calling for help as the temperatures keep falling. I'm in pack ice up to my neck. This is, of course, to a certain extent, this poem has to do with a feeling of welcome. Sometimes the welcome is very slow. When you're living in another country, people might say things like, oh, you're German. German jokes are no laughing matter. Or, oh, you Germans are all so disciplined and orderly, and you have no sense of humor, and etc. So these kind of things feed into my poems. And the feeling of living in this little street, this lovely little neighborhood, But once we brought our children to the playground, this big breeze block wall, and all the kids of the neighborhood came, and we painted the wall. And an old lady came and said, we had been living there for a while. It takes a black stranger to come in and do this. And we'd been there for something like 12 years. Okay, the next three prose pieces, if you bear with me, are possibly more like being in transit, being looking at the world from a slight distance, and there are jottings, travel. They're really travel notes, and they're from a long section of prose pieces called Journal from the Mirrored Cities. Cities that are on the water, and that was my idea at the time. I don't know if the title is so brilliant, but anyway, didn't know what else to call it. And the first one is set in Sicily, I believe. The second one in Cape Cod, and the third one in Ohrid in Albania and in Rome. It's not like I don't travel all that much, but I have a good memory. The language of spruce trees, are exclamation marks on the precipice above the Saracen Sea, a blinding turquoise. Lebanon cedars, Scotch pines, yews, but also poplars, stone oaks, balancing the midday, light as a corona of feathers. On the beach, a girl in a giraffe bikini slipped into something wild. Two boys whistled, and a hapless black Ulysses went astray among the sirens.
buses full of pickpockets depart early from the cathedral, where the old men sit in the shade. The young woman beside me on the bus, who was plugged into another universe, wore a sheer blouse over her shorts and a thin red necklace from Bruges. She was so beautiful that even her freckles were celestial, a fine spray of golden constellations. I had seen her before in the Rijksmuseum, skating on the ice hand in hand with her cavalier. The bus driver worshipped her through his rear mirror as we climbed a slope towards a dark pine forest. Behind us, in the distance, lay the coast of Africa. At dawn on Cape Cod, the world is for a moment put to order again. The untiring sun goes about its daily work. Free chairs yawn outside the tennis courts. A flat, bluish-green sheet stretches all the way to the horizon, where a shoal of mackerel climbs the sky. Sand sweepers arrive, the beach-combing machines with their wasp-like hum, turning up the archaeology of summer, tins, towels, half-submerged dinghies. Where have the oars gone? The window blinds of the tabernacle with its shuttered prayer room creak and flap like early penitents in the breeze. The occasional white point of a sail way out crosses the blue eye of a demigod in denims enthroned on his forewheel. An osprey tests its wingspan, takes the updraft with lopsided chutzpah, up and away. As much as you try, you can't atone for the thin, piercing whine coming from somewhere, the tinnitus in the inner ear of the world, the incessant keening. And the last piece is called, is about Ocrete. And I mentioned a place called Omi. Omi is an island just before the coast of Western Ireland. And Omi itself is reachable on foot when the tide is out. But if you are caught by the tide, you're in trouble. And it's also an early Christian settlement. It was, like all islands around Ireland, had very early Christian hermitages. And off this hermitage, there's a holy well is left. I don't know if you know about holy wells. You go there, you make a wish. There are holy wells that cure backache, and holy wells that cure eye disease, and holy wells that cure whatever, warts, I think. Very important. And so I don't know which cure you get from Omi, but anyway, I mentioned it here. And also, another thing is this archaeological dig I saw a program about where they tunneled under Rome and found very early Christian frescoes, but they had to be very careful. There could be no light coming in, or only very briefly, otherwise these frescoes would go, it vanish completely. I thought it was a good metaphor for our endeavors with poetry and literary analysis. No, that'll last. Architecture of light and air. One morning in the town of Ocrede, which with its 365 rose-walled churches and mosques, its spires and minarets glittering in the lucid air coming off Lake Ocrede, my brother and I, barely awake and wandering the narrow Osmanian streets on the quest for coffee, felt that there still are undivided places where reason and humanity dwell. Nothing was ready-made here. Nothing emerged from ugly apparatuses by some warped magic, as Canetti describes. We seek out holy scenes everywhere, places of refuge and longing where the soul can rest. The well in Omi, below ground in its bed of rounded stones, the stones rounded and polished by the hands of the tide, placed around the trickling source by a tide of hands. In a documentary, I saw below the holy city a frieze of figures, early Christian angels.
Their exalted Giotto profiles and sketchy wings appear on the tunneled excavations and fade almost as quickly again. The young archaeologists lifted their torchlights to catch them before colors and outlines vanished. Was it due to sudden contact with light and air? Before the rough walls returned their gaze, gray and ominous. Then all stepped out of the earth into the night streets, into the drum roll of dozens of motorbikes revving up. Okay, thank you. Sweden. Okay, our next reader, Zsófia Balla, was born in Kolozsvár, Cluj in Romania, and moved to Hungary in her 40s. Her life story is quite different to Eva Burke's. Zsófia Balla has experienced political oppression in Romania and carries traumatic memories of Jewish persecution as she lost her grandparents in Auschwitz and her parents were survivors of the camp. She completed her studies at the Music Academy of Kolozsvár. Zsófia Balla's first collection, The Memory of Things, A Dolgok Emlékezete, was published in 1968. She worked as music and literary editor for Radio Kolozsvár and for a selection of journals. Before 1989, she had been partly banned from publishing and for 10 years had been forbidden to leave the country. Zsófia Balla moved to Budapest in 1993. Together with Romanian and German translations of her work, she has published 19 volumes, including poems, children's poetry, and plays for puppet theaters. She is a member of the editorial board of the literary journal Jelenkor and founding member of the Writers' Alliance. Her latest collection, The Cave of Summer, A Nyár Barlangja, in 2009 was published by Kaligram. Her honors include the József Attila Award, the Laurel Award of the Hungarian Republic, and the Grand Literary Prize of Artisius. Zsófia Balla's artistic vision locates her as a truly exceptional poet of our time. Like Eva Burke, she also possesses an intimidating depth and width of literary and cultural understanding, with a unique insight into the perilous identity issues of Hungarian Jewish minority existence in Romania and a transnational migrant identity within Hungary. Her poetic vision is strongly rooted in the Hungarian language and poetic traditions, but her subject matter and skill surpass national and linguistic boundaries. In addition, her refined musical sensitivity becomes apparent in the tone and melody of her verse, and good luck to any translator attempting to replicate this in their work. In short, Hungary, transnational Europe, and we here at this conference can consider ourselves very fortunate to have amongst us such a unique, learned, and insightful poet, whose work not only familiarizes us with specific localities, but also challenges us to think deeper about transnational women's literature in Europe today. Please welcome Zsófia Balla. Jó napot kívánok! Elnézést kérek, én nem angolul fogok beszélni, hanem magyarul. Ahogy Borcsa már előre elmondott néhány dolgot az életrajzomból, 93 óta élek itt, egyébként csak egy kis apró korrekció, nem az Írószövetség egyik alapítója vagyok, hanem a Szépírók Társasága, amely éppenséggel egy olyan okból jött létre, vagy olyan pillanatban, amikor valamilyen antiszemita megnyilvánulásra az Írószövetség és az akkori vezetősége nem úgy reagált, tehát nem utasította el, és ezért az írók nagy része kilépett, és egy új társaságot alapított, tehát ez pont nem az Írószövetség. Ez csak egy kis apró megjegyzésem. Tehát felolvasok valamit erről, hogy mi az, hogy ingázni két város között. Ezt az esszét annak idején, vagy mondjuk így inkább egy ilyen lírai
lírai eszének mondanám, értekező lírának, ahogy Szilágyi Júlia kritikus és eszéíró, egy kolozsvári nagyszerű intellektus mondja. Ezt 96-ban felkérésre írta, mit jelent két város, két ország, két világ között ingázni. Édesanyám akkor még Romániában élt, én pedig már itt. És az ember megpróbált leereszkedni, megtámaszkodni két helyszínen, és hogy ez sikerült-e vagy sem, azt tulajdonképpen ez az írás nem dönti el abban a pillanatban. Ma már nem ingázom, legfeljebb látogatóba járok haza. Már a szóhasználat érdekes, mert itthon vagyok, és hazamegyek, és mikor ott vagyok, akkor is, akkor meg ide jövök haza. A darásfészke részleteket olvasok fel, nem a teljes eszén. Idézet. Vonódsz két folt két hely között, végigver rajtad ág bozót, fújtatsz hasmánt a húrokon, esküszöl hegre, földre. Szíved cseréljen, aki hazát cserél. Egyre inkább belátom a költő tompa igazát, ha most arra a kérdésre kell válaszolnom, milyen az ingázni két város két haza között. A hely, ahonnan 93-ban kilendültem, három nevet visel: Kolozsvár, Cluj, Klausenburg. Az országrész, amelynek fővárosa, szintén több nevet ismer: Erdély, Transzilvánia, Ardeál, Siebenbürgen. A hely, ahová leszállni igyekeztem, s ahol élek, Budapest. Vonzó, zárkózott középkorú férfi. Nem taszít el, de nem is ölel magához. Egyszer csak fölkerekedem, elutazom Kolozsvárra, néhány hétre, pár hónapra. Aztán vissza. Budapesten élő Kolozsvár vagyok. Óra inga. Aki ütver, rongálódik kívül-belül. Rombolódással mutatja saját helyét, mutatja az időt. Halálugrás az elrugaszkodni az otthontól. Érzem ezt utólag, ugrásom után, még a levegőben. Bizakodom, hogy elérem a biztonsági hálót vagy a túlpartot. Azt mondják, az embert egy hely teszi azzá, aki. A kolozsvári magyar beszéd, minden kisebbségi nyelv más anyag, mint az anyaországi. Másképpen alakul, mások a nehézkedési pontjai. Nyomot hagy rajta, hogy valami ellenében él. Évtizedekig azt gondoltam, az én testem Kolozsvár. Tőle ilyen a gondolkodásom, tőle olyan, amit írok. Hogy e kívül van ugyan számomra hely, sőt, a többségi államelv szerint kívül tágasabb, de falain túl bennem nem kerülhetnek helyükre a dolgok, hogy a gondolkodásom és értékrendem alapjait jelentik a tornyok, erdők, képek, a barátaim, a tanáraim, bútoraim, szerelmeim, magnószalagjaim, mindaz, ami itt velünk történt. És akkor most, hogy onnan eljöttem, most elveszítem magam? Számomra most ez az igazi kérdés. Megváltozik-e a beszédem, a nyelvem Budapesten, az eszem járása? Idézet, hol néhány telefonszám köröz majd önfeletten. Ez az, amikor majd az Új világban című verset kivándorló barátaimnak írtam. Azt hittem, kitalálok valami nagyszerű dolgot. Két színhely, és én hol itt, hol ott. Egy franciának lehet lakása Párizsban és Marseille-ben egyaránt. Azt hittem, a diktatúra múltán nem kell mindent felszámolni, nem kell kivándorolni ahhoz, hogy máshol is lakhassak. Van virág, mely földi és léggyökeret is ereszt. Kolozsváron megtartó föld, Budapest az éltető levegő. A kettős életemre vonatkozó kérdezgetés, mintha darásfészekbe nyúlna. Megfigyeltem, ez mindig időszerű, fájdalmas, maró téma, nem tud behegedni, bármilyen formában essék róla szó. Bizonyára bűntudat gyötör. Aki szülőhelyéről egy időre vagy végleg elmegy vagy el akar menni, ehhez a lépéshez keresi az érveket, a magamentést. Aki marad, álláspontjához keres erősítést, talán maga is hajlana a változtatásra, de nem meri vagy nem teheti. Ehelyett megvetően lepatkányozza a kivándorlókat, támadásba folytja a sanyarú élet fölötti bánatát. Az indulatban keresi életerejét. Otthon, úgy tűnik, kudarcaira és kifosztottságára is büszke az ember. És ha már nem lehet nyugodt lakos, polgár,
akkor prófétának áll. De a prófétaság egyirányú utca. Abból nehéz kihátrálni. Én a királyhágónál érkezem haza. Megnyíló völgyek, bozontos erdők, régi módi szénabogják szorítanak, vonnak hossza, mint egy fájdalmas ölelés. Otthon másképpen beszélek. Mi, úgy mondtuk, a Kálváriánál, meg úgy, az Óvárban lakik. A bolhapiacot Ószernek neveztük, a toronyóra mutatóját Mánusnak hívtuk, kis Mánus, nagy Mánus. Fordul a kulcsom. Ajtónkról mállik a festék, a zár körül jól kivehető a karistolás. A titkos szolgálat körmeinek nyoma 1982-ből. Az előszobában bólogat az amarillisem, a pálmafám. A polcokon ott sorakoznak a folyóiratok, brosúrák, mesekönyveim, köztük a 77 magyar népmese. Aputól kaptam 58-ban, amikor életében először járt Magyarországon. Ez volt az egyetlen alkalom, nem tudták megmenteni az életét. 4000 könyv vár itthon. Pakolok az előszobában, lerakom cókmogom a ládára, amelyben a kompótokat tartjuk, benyitok a szobába, a kisfiókból előkapom az igazolványaimat, most ez vagyok, megjöttünk. A 60-as évein végén mennyi kamasz dűvel és önérzettel figyeltem rokonaim kivándorlását. Az átmeneti politikai olvadás idején rengeteg remek könyv és folyóirat özönlött be Romániába, fergeteges színi előadások és hangversenyek zajlottak, a világ legnagyobb zenészei látogattak Kolozsvárra. Utazhattunk. Akkor még úgy éreztem, van jövőm, fontos a dolgom itthon. Túlzásnak, mohóságnak tűnt kivándorolni. Barátaimmal vitáztunk, olvastunk, habzsoltunk. A kultúra az egyetlen esélyünk, gondoltuk, az is volt. Egzisztenciális tapasztalatom ez. Azután szereztünk másféle tapasztalatot is. Állást kötelező volt elfogadnunk az ország bármelyik sarkában. A kisebbségi fiúkat büntetésszerű katonai szolgálatra vitték. Barátaimat le- és kihallgatta a titkos szolgálat. Szaporodtak a napi megaláztatások, nélkülözések, letiltások. Az önünneplő diktatúra gyomorkavaró látványával gyarapodva, az egykori készülődők közül sokan elhagyták szülővárosukat, országukat, a Dácia Félixet, a Boldog Dácsiát. Sohasem tanácsoltam barátaimnak, hogy maradjanak, ismertem megrendítő élettörténeteiket. Pedig iszonyúan szenvedtünk, amikor valamelyikük kivándorolni készült. A homályos várakozás gyötrelme, a számtalan búcsúbuli, a lassanként széthordott lakások látványa, az ismétlődő búcsúzkodások az állomáson, az akadozva váltogatott gyérülő levelek. Az eltávozottak már rátartiságból sem írhatták meg, milyen nehezen kapaszkodnak meg, miféle idegenségektől szenvednek. Hozzánk mérve az is kérkedésnek tűnhetett volna. Az, ami elől a többiek elmenekültek, igazolta előrelátásukat. A hazugság és a félelem szövevénye egyre kuszább, egyre folytogatóbb formákat öltött. Az a mondás járta, hogy az erdélyi magyarokat a színház és a temetések tartják össze. Valóban a 70-es, 80-as években folyton temettünk Erdélyben, Szatmárban, Bukarestben. Sokan öngyilkosságba vándoroltak, alkoholba ölték magukat, másokat a titkos szolgálat pusztított el. A külföldre távozottak nevét tilos volt a sajtóban leírni. Csak akkor emlegették nevüket fenyegetőleg, a tisztek és a pártkopók, amikor minket hallgattak ki. Megkapaszkodtam a maradás és az ellenszegülés verseiben. Mégis, írtam, élni fogunk mindennek ellenére. Sirattam az elröppenőket, attól féltem, hogy idézett, majd semmire sem emlékszel. Azt reméltem, hogy idézem, valaki véle élni, ó népem. E világra meghív. Bíztattam magam, hogy, idézem, ahogyan élek, az a hazám. Tudtam, hogy, szintén versor, bőrömön örökre ott a heg, hiszen bőrünkre megy a játék. Mindegyikünk bőrén bármi következzék. A diktatúra idején nem bírtam otthagyni a többieket, különösen a keserű végjátékban nem, de senkitől nem fogadtam el ezt feladatként. Magamnak mondogattam, mert egyedül magának szabhat meg valamit az ember, idézett, ha elmegyünk mindegy szálig,
hogy éljünk legalább a halálig, nem lesz, kik föltámadjanak. Ezt írtam 1989. november 9-én. Nem sejthettem, hogy másfél hónap múlva 46 tüntetőt lőnek majd agyon szülővárosomban. December 21-én véget ért egy hosszú rémálom. A szabadság időszaka jogtalan gyilkosságokkal vette kezdetét. Kolozsvár most él tele fiatalokkal, tehetséges ifjú írók könyvét hordja asztalomra a postás. Van föltámadás, van staféta. Másik versidézet egy levélversből, amikor végül partot érsz, a hullám megrágott, de élsz. Idézet zárva. Akkor egy világhírű, jól táplált orvos professzor Budapesten 10 perc ismeretség után megkérdezi, nem érzem-e magam hazaárulónak. Mi lesz az erdély magyarsággal, von felelősségre, ha mindenki akár csak félig elhagyja Erdélyt? Nem érzem magam hazaárulónak, de ha gondolja, ajánlom föl, szívesen átengedem 5-6 évre kolozsvári lakásomat annak, aki ott akar vitézkedni. Erdélynek lenni talán mégsem életre szóló büntetés, és Kolozsvár sem káron ladikja. 42 évig éltem a nemzetiségi paradicsomban, ha gondolja professzor úr, cserélhetünk. A szakmájának élő nőgyógyász professzor felfogása szerint ugyanis erdélyinek lenni küldetés, misszió. Egy elvont eszme, vagy politikai elgondolás, vagy a magyarság összérdeke nevében tartani kell ott a frontot minden áron. Mondjuk az én életem árán is. Ő igazán megértette volna, ha elmondom neki, hogy 1975-ben a legjobb kolozsvári klinikán, a drákóian szigorú abortusz törvény idején úgy nyomták ki az asszonyokból a csecsemőket, mint a fogkrémet. Magzatelhajtásért orvosnak, páciensnek egyaránt börtön járt. Vetélő asszonyukat hagytak kivérezni a szülőasztalon, ha véletlenül túl későn szállt ki az ügyészségi orvos szakértő. A kórtermekben kettesével feküdtünk az ágyon, fejtől lábtól. Kezelő orvosom engem is ügyészséggel fenyegetett, ha ügyetlenségem folytán elvetélnék. A koraszülés idején már félig átszakadt a méhem, mire megműtöttek, a 7 hónapos csecsemőt nem sikerült megmenteniük. Soha többé nem tudtam gyereket kihordani. Az aggódó professzor talán azt is felfogta volna, hogy a város másik nagy szülészetén még 1992-ben is csak egy hidegvizes csapnál lehetett derékig megmosakodni a kórteremben. Egyetlen zuhany sem működött 60 asszony számára. Miért kell minden szenvedést, minden történetet felmondani? Miért kell tüzetesen megmagyarázni, mibe fárad bele hirtelen valaki? Miért kell igazolni, hogy az ember megcsömörlött, belerokkant az életébe? Aki végvárba született, az dögöljön meg a vártán? És az nem érdekes, szeretne inkább mással foglalkozni? Az nem fontos, fázik-e, éhezik-e, kap-e útlevelet, beutazást, hozzájut-e könyvhöz, gyógyszerhez? És ha belepusztul, az csak ugyanazt jelenteni, hogy nem állta meg a helyét? És ha volna bármiféle össznemzeti érdek, akkor miért nincs váltás? Miért nincs pihent lakosság, amely leválthatná a várbelieket? Az utóbbi 50 évben hol a békeharc, hol az osztályharc, hol a többségi nemzeti állameszme nevében követeltek mifelénk az egyes embertől lemondást, áldozatot. Én megszerettem volna maradni. Mint egyén, nem csak egy nagy eszme hangyájaként. Mert az előbbi felfogásban nincs egyéni élet, nincs individuum, nincs magánérdek, csupán a nagy kollektív apparátus. S most egy újabb, ezúttal nemzetiségi ideológiát kellene az egyéni életnek szünetelnie? A legnehezebb éveket otthon töltöttem, magam döntöttem így. Most Magyarországon azt gondolom, most már civil lehetek, magánszemély, és azzal kívánok foglalkozni, miképpen a professzor úr is, amit a legjobban szeretek. Nem azt válaszoltam a híres tudósnak, hogy egy jó módban élő, szükséget nem szenvedő ember ne utasítson mást arra, hogy nélkülözésben, állandó nemzetiségi fenyegetettségben, viszonylagos elzártságban éljen.
Egy okos barátom válaszolt akkor este néki. A legtöbb ember ott szeret élni, ahol született, és ha elhagyja szülőhelyét, minden bizonnyal alapos oka van rá. Fölhívom Szilágyi Julit. Hallom a hangján, hogy örül, másnap elsírja magát. Úgy hiányzol. Amikor itt vagy, akkor tudom, hogy máskor mennyire hiányzol. Nekem is sírnom kell, ahogy átölelem. Vonulunk be könyvekkel, antik bútorokkal, szőttesekkel zsúfolt lakásába. És a szobájában, hopp, ez az én helyem, ez az én karos székem. Minden megvan. És minden elveszett. Mire elindulok haza Budapestre, már néhány nap, 7 hónap otthoni meleg sorakozik mögöttem. Behúzom az összekaristolt ajtót. 1989 karácsonyán derült ki, hogy 82-ben szerelt lehallgató készüléket lakásunkba a biztonsági szolgálat. A taxi megfordul a téren, minden ház, fa, bolt, híd, egy-egy összehajtogatott történet, minden történet mögött újabb sorsok, helyzetek, illatok, idők bugyrai nyílnak föl. Nem értem, miért megyek el megint innen, ha itt lakom. A múltját, kincsét nem hagyja el az ember. Boldog, akinek életében az adott és a választott egybeeshet. Próbálok kétfele élni. Azt írom, mondom, ami vélem, bennem Kolozsváron, e városból, e város által történt. De mindez csak itt, Budapesten, a házsorok között megnyíló égdarabra pillantva tudom zaklatottság és szorongás nélkül elgondolni. A megidézéstől minden erős és pontos, a körvonalak kiélesednek, a látomás fokozottan érzékletessé válik. Ingázásom egy harmadik életforma. Ott vagyok boldog, ahol éppen vagyok, elegyítve a másik város enyhén sajgó hiányával. Veszteség és ígéret. Csak a vajdaságú Budapestre költözött barátaimmal tudunk nevetgélni így némely pesti sirámokon. Meg csodálkozni. Hogyan tudnak, miképp mernek ezek itt úgy élni, hogy nem értenek se románul, se szerbül. Visszaútban az autó ablakához ragadva nézem a gótikus fenesi templomot, a fiatornyokat, házakat körösfőn, a paniti hágó mögötti völgyet a piros tetős faluval, a gyerőmonostori kitérőt, a körös völgyét. Megérkezni Ártándra szoktam. Az ideútban még szegényesnek látott kelet-magyarországi országrészeket most gondozottnak és csinosnak találom. Az aszfalt is simább, ha kelet felől gurulok rá. A határon baj nélkül keltünk át. Bizalmatlanul méregetem a satúajkú, bogyószemű határőrt, ő leplezni igyekszik, hogy ért magyarul, miközben feje bubjára tolt siltes tányérsapkája alól az útlevelembe pislog. Vajon most kienged-e az országból? Várom, mit talál a listájában. A kilépés gyomorgörcse örök büntetés, gyógyíthatatlan. Ide át minden rendkívül civilizáltnak tűnik. Az országjelzés láttán mélységes, dobbanó megkönnyebbülést érzek, megmenekültem. Megint megléphettem abból az országból, amelyben minden ügy kimenetele beláthatatlan, csak a terep jó ismeretében lehet meglatolni, mire számíthatunk, és aztán ügyeskedj ürge, vég nélkül, fáradhatatlanul. Megszabadultam attól, hogy más mondja meg, ki vagyok. Magyar anyanyelvű román, erdélyi magyar, a magyaroknak zsidó, a hitközségnek idehagyott, a szabad gondolkodónak hívő, a vallásosnak eretnek, ezen kívül elvált, gyermektelen, asszony, liberális, értelmiségi. Jövök, megyek, hogy ezek mindegyike lehessek, minden egyesnél több. A darás fészkében lakom. Fér még időben a vers? Igen, nem olyan hosszúak, szerencsére. Ez az legutóbbi kötetemből van. Egyébként jellemző ez a rózsa, ez egy Magritte kép. A harcosok sírja ez a kép. Egy szobát betöltő egyetlen virág. Úgy éreztem, hogy
valahogy így lehet emlékezni egyszerre és létezni valamiben. Hát igen, ez az én telefonom, de most nem fogom felvenni. Kikapcsolom ellenben, ha megengedi. Elfelejtettem, bocsánat. Ki kell. Igen, ez a vers, most ügyesen becsuktam a... Igen. Tamás Gáspár Miklós 60. születésnapjára írtam egy hosszabb verset, nem az a kötet címadó verse, ez a könyv 2009-ben jelent meg a Kaligramnál, ez az utolsó kötetem. Az a címe, hogy az élet két fele. Tamás Gáspár Miklós kolozsvári, ott végzett latin-görög és aztán filozófia szakon, és onnan kellett mindenféle üldöztetés és ellenzéki magatartás miatt eljönnie, ott hagyni az országot. Itt lett végül is a demokratikus ellenzék egyik vezetője, egy rendkívül művelt, okos ember, nyilván mindannyian ismerik, vagy a többségük talán tud róla, és mindenképpen akár egyetértünk a nézeteivel, vagy a véleményeivel, akár sem, azt kétségtelen, hogy amit mond, meggyőződésből mondja, és azért, mert úgy gondolja, hogy jobbítani lehet egy ország életén, és semmiféle magánérdek, vagy különösen nem pénzügyi érdek vezeti mindabban, amit tesz és mond. Van, amiben egyetértünk, van, amiben nem. Egy dolog az, amiért neki írtam, nem csak azért, mert kisgyerekkorunk óta ismerjük egymást, és nagyon jó barátom, és nagyon nagyra tartom, hanem azért, mert ő is körülbelül az élete felén hagyta el a szülőföldjét, és települt át egy másik országba. Egy másik országba, ahol ugyanazt a nyelvet beszéljük, de nem mindig értek minden szavunkat, minden szófordulatunkat, és ahol nem itt nőttünk fel a mások szeme előtt, nem ismerik a múltunkat, ahol az embernek mindig újra és újra meg kell teremtenie a maga élettörténetét és a maga hitelességét. Az egészen más, hogyha valakinek itt élnek a rokonai, itt járt iskolába, ismerik a tanárai, osztálytársai vannak, barátai, az egészen más emberi viszonyokat jelent. Mi, mint a gyík, akinek levágták a farkát, a fél életünk nélkül érkezünk meg ide. És ugyanígy, miután itt eltöltöttünk néhány évtizedet, úgy megyünk haza, hogy az otthoniak az itteni életünket, ezt a másodikat nem érti. És az én kérdésem az, hogy összeilleszthető-e az életünk két fele még. Nem hosszú részleteket olvasok a versből, a hetedik részből is két részletet olvasok fel. Ez a hetedik rész a történelem helyén, a többes szám elégiája címet viseli, utal arra, hogy a szocialista beszédmód az volt mindig mi, velünk építjük a békét, vagy az országot, tehát volt egyfajta kollektív beszédmód, amelyben pont az individuumnak nem jutott hely, és a magánvéleménynek. És én is most többes számban beszélek, hiszen róla és rólam van szó, és ezzel egy kicsit ironizálok a címbe. Miféle kincset vittünk, és hová hordtuk? Hörcsök tűzzel és tétován. Mintha csak azért termett volna csel, hogy próbára tegyen, melyikünk mit felel. Minek állunk ellen, amíg naponta megszámláljuk csontjaink. Megúszhattunk-e épségben veszélyt, ha közben mást útszélen hagytunk bukottan, megtörötten? Milyen fényűző szellem tűje forgatott a város egében? Mi semmisült meg, és mi hagyott a semmiben nyomot? Kik voltunk Kolozsváron, és kik vagyunk azóta, miféle holmi? Hogy sorsunk súlypontja elgurult, s hogy átjuggattak felek kőgolyói.
miféle havas néz most, és miféle rendek szeme előtt élünk mi, szüleinknek, megkésve születettek. Mi volt tűrhetetlen, mi volt kézbe való, mi nem fogyott el, a közös látható. Sok barátság szétpattant, mindenki egyetlen. Miféle tenger zúg mégis a cserepekben? Ebben a részben a felek az a Kolozsvár fölötti magaslat, amely Dél-Románia felé vezet, annak a kőgolyóiról beszélek. És még egy részlet ebből. Kinek értek, mit érnek az otthon gyümölcsei? Nem ragadtunk, mint satuba, az okba? Nem vártuk meg, a szem érő idejét töltse ki? Nem tévedtünk nyersen begyűjtött csillagokba? Kik vagyunk életünk eleje nélkül itt? Hogyan és hol tapad meg átültetett sorsunk? Nem vesztettünk csóvát? Elhagytunk valamit? Most válik el, hogy kik voltunk a présben, s hogy a kezdet szétzúz, vagy csak átalakít. Ebből most csak ennyit olvasnék, és akkor még ezt a mai felolvasást két rövid verssel fejezném be, amely talán a helyváltoztatás és az országokon átívelő írásmód kérdéséhez kötődik. Az egyik kígyó vers. Itt nem lakik már senki sem, mondhatná az, ki lakna itt. Ki már nincs ott, megmondaná, hogy hol lakik. Ahogyan élek, újra csak újra megtérek, nem akarok más lenni, félek, mint ami lenni szeretnék. Ahogyan élek, az a hazám. Ezt még egyszer elolvasom, mert talán ezt az egyetlen egy mondatot nehéz követni. Ez az újra csak újra megtérek egyébként egy Eliot parafrázis, ugye? A Because I do not hope to turn again, ugye? Újra csak újra megtérek, nem akarok más lenni, félek, mint ami lenni szeretnék. Ahogyan élek, az a hazám. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you so much. I wonder, could I invite you, Eva, please, to sit up here with us? And originally, we were planning on talking a lot, but I realize that it's quite late and you're probably a bit expired. So first, I'd like to see whether you'd have any questions from the audience. So while you're thinking about it, you see, these two poets that I invited today, I'm trying to put their work together in my academic writing because I see a lot of similarities and also a lot of differences, and I find that very interesting and exciting. Nem jönnél ide középre? De. Jobb lenne, és csak tedd át akkor. That's a good idea. Okay. Nem, ott nektek kell. Okay. So to cut my question short and to connect it to this conference, I would be very interested in the idea of how transnationality appears in the work of Eva and Zsófia, what it means in terms of identity and movement and poetic form. Okay, so I don't know which one of you would like to start. Eva? I was listening to the Hungarian. That makes a lot of sense. I don't know what you said. What was it? So
This is a truly transnational moment. You said how the transnational appears yes. in... Yeah. Well, of course, it, I suppose everything I write is in some way informed by being from neither this place nor that, not being in one specific, and more in a grey area, which is a very comfortable place to be, I think, being transnational. It's if I can use such a word. When in my life as a writer in Ireland is very strange. I mean, people. You don't need to listen to that. Yeah. I'm so confused. I tell you what to put it on. Okay. I suppose I didn't write poetry much before I began publishing in Ireland, in German, because I'd only published a few poems in Germany and then just began to write in English, possibly because I had learned English as a very young woman in the United States in school, and I fell in love with the modernist poets in the United States, so Eliot and Pound and Hopkins. And writing in English came very natural. We spoke English at home. I was surrounded by English, so this didn't present a problem to me, but it did present a problem to others. They perceived me as something strange, some sort of a hybrid, something weird, writing in another language. And Ireland was going through a very national phase at the time when I began to publish. That would have been in the 80s. People said, I cannot write in any other language but my mother tongue. It has to come straight from the heart, and it is a different process. And meanwhile, I think I'm not the only freak who writes in another language, so I think I don't have to apologize for that anymore. Okay. Thank you. Put it on. Now put it on. Everyone, put it on. Igen, én magyarul válaszolok. Igen, a mi esetünkben azt hiszem, és ez a jó, két teljesen más dologról van szó. Mert Évának mindkét nyelve tulajdonképpen olyan, mintha anyanyelve lenne, és mind a kettőn tud írni, ha jól értem. Versetim. Igen, én nem más, nem kellett nyelvet váltanom, amikor országot váltottam. És ez egy nagyon fontos körülmény. És természetesen azt kérdeztem, hogy maga a helyváltoztatás megváltoztatja a gondolkodásomat, megváltoztatja-e a költői nyelvem és a költői témákat, amelyekkel foglalkozom, megváltoztatja-e az egyéniségemet az, hogy másutt élek? Vannak nyelvi következményei ennek a nyelvváltoztatásnak, hiszen azért másképp beszélünk Erdélyben, ha más nem, akkor román hatás miatt is, de azért is, mert például a latin kancellária nyelve Erdélyben hosszabban fönnmaradt, mint Magyarországon. És amit említettem az eszémben, használunk olyan szavakat, amelyeket például a latinból származik, és ilyen a manus például. Igen. Don't understand. Nem értik. Mánus. Ez azt jelenti, hogy kismánus, nagymánus, vagyis óramutatót jelent. Igen. Ami a mánuszból van, amely az órát mutatja. És ezt Magyarországon nem akartuk elhinni, a férjem nem hitte, hogy nincs író, aki ezt ismeri. Senki nem ismerte, csak az erdélyek. Tehát
Vagy például, tehát hogy nyelvi különbség van egy nyelven belül is, csak ezt akarom mondani. Például a málnavész, amely egy versenben szerepel, azt hitték, hogy egy málna betegség. Tehát nem, ez az a terület, amelyet kiirtanak az erdőben, és amelyet nagyon gyorsan benő a málna, olyan gyorsan terjed, mint ahogy a tűzvész. Olyan sebességgel, mint ahogy a tűz terjed, ez a vész, ugye? Tehát sok olyan szó van, amelynek a használatán vissza kellett fognom magam, de ezek apróságok tulajdonképpen. Ha, itt sokkal mélyebben mentalitás különbség van, tempó különbség, és furcsa módon a nyelvekhez való, az idegen nyelvekhez való különbség. Az a tapasztalatom, hogy az újabb kortól eltekintve, amikor a fiatalok általában egy vagy több idegen nyelven is beszélnek, főként angolul, és lehetőleg esetleg még egy latin, valamelyik latin nyelven. Mi Romániában, és ugyanez a helyzet a többi kisebbségi magyarral, más nyelvek közepette nővünk fel. Tehát mi érettségizünk románból, és idegen nyelveket is tanulunk. A kisebbségi lét, annak minden nyomorúsága ellenére, az nem csak szörnyű, hanem vannak kétségtelen előnye az, hogy az ember egy más kultúra felől is megszemlélheti a sajátját. Ad egy külső szempontot. Megismer más életformákat, más gondolkodásmódot. Anybody has a question? Go on. It's very hard. You're all touching the things. I was thinking you're all can stop. Okay, I think just one last thing before we finish up. All right? Because I can see tired faces. It's always problematic when academics kind of swoop in and categorize writers and say you are a minority writer or you are this or you are that. And the poetic language always wants to escape from those boundaries. Mm-hmm. And I was just wondering whether you'd want to reflect on that or how do you feel about these categories that are pushed onto you or your work? Categories like what kind of category as a well, like you were saying Irish or not Irish or trans, oh yeah yeah or minority or transnational or well my position in Ireland was strange at first because as I said before I was considered a bit strange. Why would someone from Germany write in English? But I said, and then I was also neither an Irish nor a German poet, so, you know, there was this no man's land or no woman's land that I lived in for a long time, and I really enjoyed that. I liked being outside the literary community as such, where a lot of strife and struggle is going on, indeed almost lethal fights and competition, especially among the male poets. So it was quite good to be away from that, to be on the margins. And I've tried to stay on the margins and like this position. And however, I do think that, I mean, people still talk, when they say something complimentary to me, they usually say, you have
brought a European perspective to Irish poetry. That's what people always say to me. So I am somehow labeled in that sense. I can't help that. I am European. Well, I can't deny my background, my education, my reading is not confined to any particular country, or I read in translation a lot. I love translators, and I'm very grateful to Esther, I wanted to say that, for doing those translations. I think the language of poetry is universal, even if it is in one particular language, it is universal. Hogy azt akarom kérdezni, hogy hogy Írországban írköltőnek tekintenek, vagy elfogadnak legalábbis annak az irodalom része, vagy mindig valami különálló, valami érdekesség? Úgy érzed? Az olvasók például, vagy a kritikusok. Nem ugyanaz. Well, the readers, a lot of readers don't even know I'm not Irish, because my name is Irish. And I... Igen, értem. And people who know me have now sort of accepted me as part of the Irish community. And there are more people from other countries writing in English and publishing in English in Ireland now. And Borja and myself have made a collection of people like that from various different countries. Yeah. What's this? What's so funny? and the canon, as regards the canon, well, there was a book called The Field Day of Irish Writing. And it was all... Don't listen, Eva. Oh, I'm listening, of course. Yes. Well, sorry. I have the feeling I understand Hungarian now, but... there was this book called The Field Day of Irish Writing, and it's a huge, big tome. And so that almost excluded nearly... When was published in the 90s, late 90s maybe, and it was excluded from the canon of Irish writing, nearly all women. There were only two or three women in this anthology. And there was another one followed it, and I was included in that, so I would suppose this is the canonical as you can get. However, it's so expensive that only American universities buy it. Such a big thing. And another American huge doorstopper of a book of Irish women's poetry, I am included in that, but the editor said to me personally, well, in the first edition we didn't include you because we didn't think you were Irish enough. So meanwhile I have graduated to becoming more Irish than the Irish, so I'm in there now. Mind you, it doesn't matter at all to me, one bit. Whatever happens, and I don't care really. It's different if I had to leave a country like Dubrovka or like Sofia, that would be a completely different story. But it's all voluntary, and as Borja said, my migration is a minor, nearly said transgression. You know what I mean? Migration. It's a minor. It's a middle class woman who went from one European country to another, and I didn't have to leave. I didn't have to leave, and I didn't have to leave my language and my home. And I can always return. Nobody persecutes me. Nobody did anything to me. So I'm in a very privileged position. But yet. I suppose I am in a transnational space, in spite of all this. So. Okay. Igen, mondanék még annyit, hogy
ugye beszéltem arról, hogy egy kisebbségi helyzet, vagy kettős kisebbségi, ugye én zsidó származású vagyok, de magyar az anyanyelvem, és magyarul írok. Ez már... Igen, de a tapasztalatom az, hogy az ember az a versben van otthon, tehát az identitását, az egyéniségéből, a teljes múltjából és származásából építi föl. Igen, mindig megvárom a fordítást. Igen, azért, mert azért nehéz úgy egymásra beszélni. De az ember így építi föl, de Magyarországon ez ugyanúgy nem problémamentes, mint más szempontból. Az a tapasztalatom, bármilyen furcsa, hogy a magyar kultúra nem igazán befogadó kultúra. Megkülönbözteti nagyon érdekesen azokat, akik máshonnan érkeznek ide, és nem idegen nyelvből, hanem éppenséggel határon túliak, hogy Szlovákiából, Vajdaságból, Erdélyből. A legjobb magyar prózaírók egyike Bodor Ádám, aki amikor arról volt szó jó néhány évvel ezelőtt, hogy Kossuth díjat adnak neki, akkor azt mondta az akkori bizottság, hogy ha már erdélyi, akkor éljen otthon. Tehát olyannak adjuk. Ebből az derült ki, hogy nem tekintik ugyanúgy magyar írónak, mint a többit, hanem egy ilyen külön tyúkudvarban vannak itt a magyarok és az erdélyi írók, vagy a kisebbségi írók. És ilyen megkülönböztetést látták el, miközben a mai magyar próza egyik legnagyobbja. Én ezt a fajta megkülönböztetést nagyon sokszor tapasztaltam. És a másik, és hát akkor mit mondjuk a nem anyanyelvű irodalomról, tehát elgondolkodhatunk azon is egyébként, hogy nagy írók milyen hatással voltak a magyar irodalomra, és részlegesen meg tudok nevezni egy-két írót a világirodalomból, valamennyi Rilkének, vagy mondjuk Prusznak, Eliotnak, valamennyi hatása, de rendkívül csekély, tehát nincs nyoma azon, hogy asszimilálta volna a magyar irodalom. Pedig nagyon jó fordításokkal, kitűnő fordításokkal rendelkezünk, mert mindig a legjobb költők és írók fordítottak szép irodalmat. És egyszer, amikor arról volt szó, hogy a különböző irodalmak milyen mértékben és hogyan jelennek meg a világ többi részén, és a magyar irodalom miért kevéssé ismert, vagy miért nem ér el ugyanolyan népszerűséget, mint a többi, akkor egy nagyon őszinte, nagyszerű irodalomkritikus azt válaszolta, hogy nagyszerű stiliszták a magyarok, de általában mindig a nemzeti kérdéssel vannak elfoglalva, és a saját nemzeti identitásukkal. Az irodalmukban is. És nem annyira egyetemes, vagy kevesebb benne az, ami azt mondhatjuk mondjuk ma már, és tovább fordítom ezeket a szavakat, transznacionális, tehát másnak. Én a lengyelekkel úgy vagyok, rendkívül nagyra tartom, és pontosan azokat a dolgokat találom meg a versekben, egy Szymborszkában mondjuk, ami számomra egy teljesen más kultúrában felnőtt ember számára is a égetően fontos, amely megrázóan fontos. És azt hiszem, a transznacionális irodalom kérdése az, hogy tudunk-e olyan dolgokról beszélni, nem prózában, nem esszében, nem publicisztikában, hanem a költészet nyelvén, képben, metaforával, nagyon mély költészeti állításokkal,
mivel a költészetnek az eszközei pont arra jók, hogy addig nem tapasztalt dolgokat megtapasztaljunk. Igen, tehát hogy tudunk-e olyasmit mondani, ami mások számára is alapvető léttapasztalatként jelenik meg. Köszönöm szépen. Thank you very much for your patience and endurance. And before I express my thanks and gratitude to the two authors, I'd like to say thanks also to our heroic translator in the booth, Esther Timár, who translated all the words and worked for us here today as well. Köszönöm szépen. So thank you very much for everything.